Az országos Prima Primissima díjhoz kötődve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2006 óta díjazzák. Az irodalom, a tudomány, a kultúra, az építészet és a sport területén a megyei kiválóságokat. Az idei különdíjas magyar irodalom kategóriában vehette át az elismerést Nagy Zsuka költő, aki szerint a költészet szemlélődés, lélek jelenlét, szociorögen, mesterség és egyben szerelem. Sajtó kategóriában Kéri Péter operatőr munkáját díjazták, alkotásaival arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenki felelős mindannyiunk természeti kincseiért és a történelem tanúságainak feldolgozásáért. Gratulálunk a Prima díjasoknak! Köszönjük szépen! És igaz, hogy külön-külön már beszélgettünk veletek nagyon sok műsorban, de ez a díj is megadja az apropóját annak, hogy két helyi alkotóval beszélgethessünk. Kezdjük talán a legelején, mert ezzel a kérdéssel be is tudunk melegíteni egy picit, hogy hogyan kerültetek kapcsolatba, Zsuka te az irodalommal, Papu te pedig a filmezéssel. Hát, átadom a... Kezded? Kezdjem. Jó. Tehát az a kérdés, hogy az irodalom az egész életemben egy meghatározó történet. Emlékeim szerint középiskolába írtam a leges-legelső versemet hetedikes koromban, tehát nem mondhatom, hogy csodagyerek vagyok egyáltalán. És észrevettem, hogy szükséges számomra az önkifejezés, észrevettem, hogy szemlélődő alkat vagyok, úgymond lírai alkat vagyok, és elkezdtem verseket írni, és mai napig megvannak azok a kis versfüzetek. És akkor próbáltam megmutatni tanáraimnak, ugye legelőször, és ebből indult az egész. Tehát nem tudom, mennyire kell kifejteni. Tehát ez egy általános iskolás felsős élmény volt, hogy én író szeretnék lenni, és én írok. Nagyon sok gyerek ír, sok diák alkot, nekem ez megmaradt életfunkciónak. Ez egy ilyen gyerekkori álom tulajdonképpen, vagy egy ilyen gyerekkori szokás, mondjuk úgy? Gyerekkori felfedezés, vagy gyerekkori igény, vagy gyerekkori betegség, vagy egészséges látlelete az embernek, az emberről, meg a világról, fene tudja. Nem tudom, mennyi időnk van. Hát úgy röviden. Röviden? Hát erre a pályára keveredtem. Nem, szóval komolyra fordítva a szót, bármilyen furcsán hangzik, én világéletemben mindig ezt akartam csinálni. Amióta az eszemet tudom, de ez elég régen kezdődött, akkor még a televíziózás Nyíregyházán, a Magyar Királyi Televíziózásról beszélek, még nagyon-nagyon gyerekcipőben járt. Voltak olyan időszakok a kezdeti stádiumban, amikor mondjuk egy utca összejárt egy helyre, és úgy néztük közösen a televíziót. Ez a Bethlen Gábor utca és Víz utca sarkon lévő, ma már nem létezik, mert emeletes ház van a helyén, de ott volt egy munkásszállás. És a munkás, arra piszkos, büdös, olajos padlós munkásszálláson, ahol ilyen katonai ágyakon pihentek a munkások, akik kemény melót hajtottak végre minden nap, mert aszfaltozták a járdát, és ott a hőségben őrültek meg. Ugye pihenésképpen ők is nézték velünk együtt a tévét. Hát akkor még ez egy nagyon-nagyon újdonságos dolog volt, amit gyakorlatilag, ugye ahogy az idő telt, egyre jobban fejlődött, és egyre több saját házban, saját háztartásban voltak készülékek, és aztán elindult egy folyamat itt Magyarországon, amit a magyar televíziózás történetének vagy kezdetének nevezünk. Hát érdekelt a dolog nagyon első perctől kezdve, bár én először a filmmel ismerkedtem meg, mint óvodás, ha úgy tetszik, mert a Dózsa mozi, nem tudjátok, hogy hol volt, a Keletáruházas réjén szemben, most valami irodaházszerű van ott a helyén, ott volt a Dózsa mozi, és mi ugye majdnem a szomszédságában laktunk, mert
Betlen Gábor utca síputca sarok, ahol most a görögkatolikus főiskola van, annak a helyén laktunk, és mi mindennapos vendégek voltunk, mint kisgyerekek a moziban, és tehát ott szájjal bámultuk azokat a filmeket, amik hát ma már legendák és fantasztikus dolgokat mudogattak be. És aztán amikor bejött a tévé, akkor azt mondtam, hogy talán nekem ezzel kellene foglalkoznom, mert ez egy kicsit másabb, vagy jóval másabb, mint egy film. Attól függetlenül, hogy mind a kettő képekkel, hanggal, fénnyel dolgozik, de más a funkciója, vagy más is lehet a funkciója. Na de amiről te beszélsz, bocsánat, ez ugye az 50-es évek közepe, amikor a televízió megjelent Magyarországon, 60-as évek eleje inkább, 56-57, amikor igen, az első televízió, ezekhez az 56-57, amikor igen. az első televízió megjelent Magyarországon, tehát akkor mondjuk a 60-as évek. Akkor még egy nagyon szűk réteg volt, szakmai rétegre gondolok, akik hozzáférhettek a televíziózáshoz, a filmezéshez. Tehát milyen lehetőségek lehettek volna bekerülni közéjük? Nagyon nehéz volt. Most a későbbi időkről, egy kicsit későbbi időkről beszélek, már Nyíregyházán működött amatőr filmklub, a József Attila művelődési házban, hát ez a koronaszálónak egy része volt annak idején, és mi ott próbálgattunk már 8 mm-es, aztán később 16 mm-es filmre is néhány dolgot készíteni. Nagyon drága mulatság volt honnan akkor. Honnan szereztétek be ezeket a... Ezeket a nyersanyagokat akkor az Offotértben, ami ott volt a Kossuth téren, meg lehetett vásárolni, illetve Pesten volt egy kifejezetten erre szakosodott Offotért, vagy nem is tudom mi volt a pontos neve, ahol hát drága pénzekért árulták, és ezek általában fekete-fehér nyersanyagok voltak. Nagyon meg kellett gondolni, hogy mit forgatsz rá, mert ha nem sikerült, mondjuk rosszul exponáltál, vagy véletlenül, nem tudom én, valaki belerúgott a statívba, és a kép elfordult, vagy a kamera, vagy nem tudom, bármi más, vagy esetleg előhívási probléma, dobhattad ki a szemétbe. Mi volt az első közeg, ahová bekerültél, filmes közeg, és akkor Zsukától pedig azt kérdezem, hogy olyan társaság, mondjuk irodalmi társaság, ahová bekerültél, bekerültetek, és segítették a pályátokat, a munkátokat. Igen, köszönöm ezt a kérdést. Szerintem nagyon fontos, hogy az embernek legyen egy ilyen műhelye, ahonnan kiindul, ahol a szárnyait bontogatja. Először én vasváris voltam, általános iskola után Vasváriba jelentkeztem, és ott volt egy vasváris újság, és ott jelent meg a legelső publikációm. Aztán főiskolán volt ez a klasszikus műhely, amelyre rákérdeztél, az Amfakör. Az Anfa körben jöttünk össze írók, költők, kritikusok, akik szerettek olvasni, sőt meghívtuk a tanárainkat is a nyelvészet tanszékről, irodalom tanszékről, és ott a 90-es évek közepén és végén egy nagyon klassz alkotói, írói, művész csapat alakult ki. Ezt nem csak én mondom és én érzem így, hanem bizony-bizony a tanáraink is mondták, hogy ez egy különleges csapat volt, attól függetlenül, hogy ugye mindig az elődeinket halljuk, hogy mennyire jobbak mindig, mint az utódok. De itt valami történt a főiskolán, az Anfa körben. Tehát Gáspári tanár úr, Gerecki András tanár úr, János István tanár úr, aki sajnos már nincs köztünk, igazi mentoromnak és nagyon jó barátomnak tartottam őt, és ő is indított el valamilyen szinten a pályán, én így értelmezem és kommunikálom a mi emberi kapcsolatunkat. Akkor ugye a nyelvészet tanszékről Tukacs tanárnő, Pálné tanárnő, lejártak Jenei tanár úr, Jakab András tanár úr, lejártak erre a irodalmi körre, és instrukciókat adtak nekünk, bemutattuk az írásainkat, kaptunk meghívókat, mindig volt egy ember, aki bemutatta az írásait, és mindig volt egy kritikus, és mindig jött valaki, aki bemutatta a kedvenc írásait. Ez az Anfa kör, erről nagyon-nagyon jó beszélni, amikor összejövünk. A Nyíregyház iskola megteremtésénél bábáskodtunk, ilyen öntelten és viccesen szoktunk erről beszélni. Tehát a főiskola volt az az igazi klasszikus kör, ahonnan én jövök, és ahonnan szívesen beszélek, és ritkán adódik ez. És azt követően, mert azért azt tudjuk és látjuk, hogy milyen folyóiratokban jelennek meg az írásai, nyilván önálló kötetés,
De az a társaság, vagy az a csapat, mondjuk a Vörös Postakocsi? Így van, így van. A Vörös Postakocsi, ami immáron 10 éves, és pont hétfőn fogjuk ünnepelni a 10 éves évfordulónkat, és ennek az ikertestője volt a Szabolcsi Írók Társasága, aminek alapító titkára is lehettem. Tehát ez a két irodalmi kör, ez úgy gondolom, hogy hiánypótló volt a 2007-es évben, valami történt, mert egyesületek alakultak, a SZIRT, a Postakocsi, Móricz Egyesület, tehát Katona Béla tanár úr halála után valahogy egy űr támadt az irodalmi palettán, és ezt a 2000-es évek közepén sikerült újjáéleszteni annak a fiatalabb középgenerációnak, aminek a tagja vagyok. És a Vörös Postakocsi egy komoly műhely volt, egy publikálási lehetőség, barátság, hogy a helyi írókat, költőket bemutassuk. Az volt akkor a tapasztalatunk, hogy nagyjából ismertebbek vagyunk az országba, mint itt helyben. Tehát volt egy ilyen érzésünk, és aztán kialakítottuk a magunk kis műhelyét, a kis csapatát, és azóta is létezünk. No, hát a televíziózásban pedig pontosan fordítva szokták emlegetni, hogy lokálisan, a lokális szférában mindig ismertebbek az emberek, és akkor az országos nagy nevekkel pedig kiváltságnak számít együtt dolgozni, igen. De te azért dolgoztál operatőrökkel, rendezőkkel, nagy nevekkel együtt utána. Igen, hát a kezdeti időszakban ugye az volt a probléma, hogy ennek a szakmának vagy hivatásnak úgy Isten igazából nincs gazdag könyvtári háttere, ha úgy tetszik, szakirodalma, vagy akkor nem volt, inkább úgy mondom. Tehát ugye el kellett sok mindent lesegetni, és amellett ugye én a művelési központban dolgoztam már ebben az időszakban, a megyei művközpontban, illetve előtte a városi, akkor még két különálló cég volt, és ott voltak filmklubok, és meghívtak neves rendezőket, színészeket, stb. És hát mindenféle ilyen rendezvényeken ott voltunk, és hát próbáltunk tájékozódni, és bizonyos dolgokat megkérdezgetni és ellesegetni. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy miután már elindult a szervezése a városi televíziózásnak, ugye ez egy országos folyamatnak egy része kellett, hogy legyen. Nyíregyháza az első között volt, akik, ahol megalakult a városi televízió, de ugye nem csak Nyíregyháza, hanem az ország különböző nagyvárosai is léptek ez ügyben, és hát többek között emlékszem rá, hogy én írtam meg azt az első levelet a minisztertanács tájékoztatási hivatala. Minden sajtóorgánom hozzá tartozott, és a postának, ugye a sugárzás adás az az ő területük volt. Ha gyépszámot mondasz, akkor még teljesen igen. Hát ez 82-83. És hát érdeklődve, hogy milyen lehetőségek vannak, és aztán egy jó idő eltelt, míg ez a folyamat lezajlott, és hát Pesten a Magyar Televízió volt az egyik hely, ahol gyakorlati foglalkozások voltak, és hát a filmészeti főiskolájukról jöttek oktatók, és így hagynám mondjam tovább. Tehát elindult egy igazi képzés, ami hát olyan jellegű volt, hogyha nem voltál ott, akkor nem volt könyv, hogy utána néz, ott jegyzetelni kellett, mert ezek nem jelentek, de nem volt írásos anyaga ezeknek az anyagoknak. Hát persze sok olyan dolgot meg kellett tanulni, amit mondjuk úgy a mindennapi életben nem nagyon használsz, mert a videójelnek mondjuk a matematikai levezetését a különböző hullámhosszok kapcsán a mai napig nem tudnám megcsinálni, de nem sok szükség ez volt rá. Fizika, nem ez igazán egy nagyon is fizika volt, és ugye mi ezekről nem tanultunk, terület. Vagy nem volt erről szó. Úgyhogy végül is elég nehéz volt. Aztán jöttek a különböző videószemlék, hogyha valaki emlékszik rá, 80-as évek eleje szintén ez, még akkor nem volt városi televízió, amikor beindult az országos, illetve nemzetközi videószemle, rengeteg művésszel, igazi filmessel, televíziózó szakemberrel találkoztunk, és aztán hát kialakultak a kapcsolatok, és végül is így indult el. Na, de azért várom a neveket még mindig, hogy akik hogy, hatással voltak rád, akikkel együtt dolgoztál, akikkel együtt dolgoztam. Tanultál. Hát Zsigmond Dezső, nem tudom, mond-e valamit a nézőknek, ő egy gyöngyösi fiú, tulajdonképpen ő sem pesti, újságíró, de nagyon sok dokumentumfilmet és nagyon sok jó filmet rendezett.
Én nem emlékszem rá pontosan, de talán 4 vagy 5 filmet csináltam vele. Szatmári tangótól, és hagyd nem mondjam tovább. De aztán a későbbiek folyamán, amikor biztos emlékeznek a nézők a Kisváros sorozatra. Az egy érdekes, hétköznapi témákkal foglalkozó, szerintem színvonalas jó kis filmsorozat volt, és annak 5 részét forgatták itt Nyíregyházán és a környékén. Én mind az 5 részben részt vettem, mind az 5 részben operatőrként dolgoztam. Rám bízta Szabó Gábor a rendező azokat a jeleneteket, amit meg tudtam rendezni és meg tudtam csinálni. Mi egy külön stáb voltunk, adott hozzám embereket, és meg volt a feladat, hogy most éppen a tanárképző főiskola parkolójában a kis 126-os Pószki fiát fel kell robbantani, de előtte lesz egy ilyen kis püfpad dirdur lövöldözős jelenet. Ez csak példákat mondok. Ezeknek meg volt nyilván a forgatókönyv, ami pontosan, alapján kellett dolgozni. Ezek voltak a nagyobb filmes munkák, vagy országos filmes munkák. Mellette természetesen végig folyamatosan a televíziós munkák. És még mellette párhuzamosan, akkor még egyszer kell, hogy mondjam, a saját dokumentumfilmek és igen, a saját filmek, a saját ötletek, és akkor egy picit most erről fogunk beszélgetni, hogy ugye mindketten ezekkel az alkotásokkal, filmekkel, versekkel hagytok magatok után egy lenyomatot. Szerintetek milyen hatást vált ki ez a lenyomat az emberekből, aztán pedig mondjuk közösségekből? Hát egy érdekességet hagy mondjak el. Ugye, ahogy mondtad, a hétköznapi munka mellett vannak saját ötletek, amit meg kell valósítani, és ezek általában a szabadidőnk, szabadidejének a szabad idejében történtek. Ugye azt tudni kell, hogy aki ilyen pályán dolgozik, annak nincs pihenőnap, nincs szombat, nincs vasárnap, nincs ünnepnap és egyebek, mert akkor is dolgozzon, amikor más pihen. Zárójelben sokszor szokták mondani, hogy de jó, neked ott vagy minden színházi felvételem. Mondom, igen, de hát nem tudom, hogy mi történik, mert a fülembe azt hallom, hogy vigyázz, mert fel fog állni, kísért ki, gyere át a másik oldalra, mert most jön be a fő. Szóval ezt hallom, de hogy ott a képeket látok, de hogy mi történik, nem. És ugye ez egy dolog. Na most ugye nagyon sok esetben a szabadidőnkben megcsináltuk ezeket a filmeket, amihez elég nagy előkészítő munka kell. Aminek az egyik oldalán ott vannak a szakemberek, akik segítenek ebben, mert ugye én sem érthetek mindenhez. Mondjuk botanika, csak egy példát mondok neked, ha már a természetfilmeket emlegette, vagy a helytörténeti filmeket, és így tovább. Másrészt pedig ott vannak azok, akik ha nem is szakmailag, de más oldalról segítenek be. Például, amikor a Sóstó történetéről szóló filmet forgattuk, akkor bizony volt, aki meghívta a 35 fős statisztéria gárdát ebédre, mert valakinek azt is finanszírozni kellett, mert 35-en szerepeltek egy-egy jelenetben például, amit hát megpróbáltuk egyfajta ilyen krudi hangulatot előidézgetni, mert ugye ő is járt itt a Sóston, és Blaha Lujza, stb. Ezt a kort valahogy be kellett mutatni, be kellett hozni vidékről a lovasfogatokat, meg kellett szervezni a párbajokat, ami az erdőben elég hangos volt valamikor a 1800-as évek vége felé, és sok mindent. Várni kellett majdnem 3 évet, hogy olyan tél legyen, hogy a szánkós jeleneteket meg tudjuk csinálni. Szóval ezek borzasztó nagy munkák, és hát ráadásul nem is nagyon volt igazából olyan segítség, mint egy nagy filmgyártásnál. Tehát itt nem voltak külön területek, hogy valaki gyártást vezessen, valaki itt legyen segédoperatőr, rendező külön és itt, hanem minden tulajdonképpen egymagadra hárult, és hát úgy kellett valahogy ezeket összehozni, hogy ez jó legyen. És a végeredmény, amikor hát megnézi ezt valaki? A végeredmény az megvolt, mert ha már erről a filmről beszéltem, egy országos televíziós fesztiválon 2 díjat nyert a Homok Gyöngye című film. De hát több ilyen van természetesen. Én is azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a lenyomatok, mert ugye egy eszenciája egy kornak. Tehát mindenképpen a jövőnek is dolgozik, ugye egy operatőr is, ugye egy filmes is, egy szerző is, egy író is. Tehát lenyomatokat készít valóban a jövőnek. Tehát én azt gondolom, hogy akkor, tehát fontos a vers akkor is, és akkor a legfontosabb, hogyha a társadalomnak szól, az embereknek szól. Tehát nem egy vegykonyhában,
egy verslaborban készül, és csak rólam szól, hanem az egy közügyet is szolgál, és ismétlem magam egy látlelete a világnak, az ember korabeli lelkéről, az ember korabeli hangulatáról, érzelmeiről, főleg a filmes, ugye, vagy egy fotót megnézünk, vagy egy filmet, nagyjából be tudjuk lőni, hogy melyik korszakban van, a hajszárító miatt, a csap miatt, ugye a ruhák miatt, a hajviselet miatt, tehát a költő is egy látleletet készít, egy eszenciát a világról, és az emberek az akkori problémáiról, vagy érzékenységéről. Én fontosnak tartom azt is, hogy hangot kell adni a szótlanoknak, tehát mindenképpen az elesetteket szemlélem leginkább, de az egész világot, ahogyan itt beszéltük, itt egy ilyen presszó jelenetet beszéltünk itt a beszélgetés előtt, és hogy mennyire fontos a szemlélődés, hogy az ember bemegy egy helyre, legyen az egy butik, vagy akármi, és rögtön szemlélődik és pásztázik. Ugyanúgy az operatőr is, és ugyanúgy az író is. Tehát itt van egy közös szemlélődés. Hát az, ahogyan a világot látod. Igen. És amikor írod a verseket, mennyire építesz arra, hogy milyen lesz majd a befogadónak a tapasztalata a világról? Tehát ez már ugye megint a másik oldal, hogy tudsz egy kicsit a másik oldal fejével gondolkodni, vagy egyáltalán gondolsz-e arra, hogy aki elolvassa, ő neki milyen befogadói tapasztalata van? Ugye most a beszélgetés előtt mi arról is beszéltünk, hogy mi olyan emberekkel dolgozunk és kerülünk kapcsolatba, hogy már generációs különbségek vannak, akár munkatársi viszonyokban is, vagy hát ugye nyilván az alkotó is gondol erre, amikor megcsinál egy filmet, vagy megír egy verset, hogy akihez eljut, neki milyen befogadói tapasztalata van. És már fél szavakból nem értjük egymást, hanem ugye ki kell fejteni, ahogyan azt a nagy elődünk mondta. Elvontabb dolog az írás, ugye, mint egy alkotás, egy filmes dolog, jobban talán a vizualitás jobban megfogja az embereket, jobban tud létrehozni olyan produktumot, ami megérinti, tehát kevesebbet kell úgymond dolgozni vele ugye a szemnek. Itt azért kell egy elmélyülés, talán picit jobban az embernek, tehát ugye nem kapja készen a képet, hanem mondjuk, ha egy metaforát is leír a költő, akkor is azt el kell képzelni. Ugye hálót von az est, a nagy barna pók. Most ez jutott eszembe, az is egy kép, csak ki kell bontani. Tehát komplexebb jelenlétet kíván a vers, de mindenképpen az embernek szól, csak az ember olvas, ugye, csak az ember ír verset, bár már hallottam, hogy a robotoknak is betápláltak valami szavakat, és verset kellett írni, de ez egy másik téma. Maradjunk annyiba, hogy az embernek van művész értékenység, és ahogy mondtam, az ember olvas. Talán nehezebb megszólítani, mert elvontabb dolog ez. De visszatérve a kérdésre, én, mint szerző, nem feltétlenül, főleg mint költő, nem feltétlenül gondolok arra, hogy fogja ezt befogadni az olvasó, hanem a saját eszközeimmel leírok egy öreg nénit, vagy egy hajléktalan kisfiút. Ez már eleve az akarat is közügy. Az, hogy hogyan fogalmazom meg, és mennyire érti az olvasó, az már sok minden függvénye. Ízlés, izmus, olvasottság, igény függvénye, de mindenképpen én azt gondolom, hogy fontos, hogy egy vers közügy is legyen, tehát érthető legyen valamilyen szinten, de mégiscsak egy elvont művészetről van szó. A televízió az borzasztó nagy hatalom. Nem is lehet most így hirtelen néhány mondatban összefoglalni. Vannak nagyon jó oldalai, pozitív oldalai, és vannak sajnos negatív oldalai is. De hogyha csak egy mondat elég visszatérve az előző kérdésre, szóval soha nem jött oda hozzám senki az utcán, hogy figyelj, néztem azt a televízió, a híradós tudósításodat, nem, hogy átadták, valami fantasztikus volt. Ilyen soha nem jöttek oda hozzám. De sokan jöttek oda, hogy igen, mondjuk az a film, amit csináltál a Bátor Légető Őslápról, vagy mondhatnék számtalan példát, az igen, azt tetszett, hol lehetne ezeket megszerezni, mert jó lenne, hogyha otthon nekem ez meg lenne a táramba. Ezek mind olyan dolgok, hogy azért vagyunk, én úgy gondolom, és az a legfontosabb feladata mondjuk egy helyi televíziónak, az én olvasatomban, hogy a mindennapi munka mellett természetesen, az információ átadástól kezdve beleértve minden. Igenis, foglalkozzon a helyi értékekkel, a helyi dolgokkal. Nem biztos, hogy mindenki el tud látogatni
maradjunk meg én a Bátorligeti Őslápra. Be lehet menni, mert engedély kell hozzá, de végig lehet menni. De nem fog négy évszakon keresztül végig menni, mint ahogy mi végig mentünk, és be tudok mutatni mondjuk minden érdekes növényt, ami nem is egyszerű dolog. Például, mert ugye nem mondhatom azt a tavaszi tőzikének, hogy várjál még egy hetet a virágzásra, mert most nem tudok kimenni, mert el kell menni XY helyre forgatgatni. A televízió emellett még nagyon nagy mértékben befolyásolja az embereknek a gondolkodását, ízlését tudja irányítani, pozitív, negatív irányba. Tehát nagyon-nagyon veszélyes fegyver is lehet ez. Ugyanakkor abban az időszakban, mikor mi ezt az egészet elkezdtük, akkor nagyon sok élő műsorunk volt. Helyi politikusokkal beszélgettek, a nézők betelefonálhattak, tehettek fel kérdéseket. Egy csatorna volt tulajdonképpen a felső vezetés, és a hétköznapi ember, a mindennapokat átélő ember között oda-vissza közvetítette a hatásokat fel és le. Csak egy példát még hagy mondjak, hogy mi egy időben, meg hát ma is nagyon sok ember úgy gondolja, hogy a televíziónak óriási hatalma van, és mindent el tud intézni. Ami valamilyen szinten lehet, hogy igaz is. De mi ugye nem vagyunk szakemberek, és nem tudom egy csőrepedést elhárítani, vagy akármit, hanem mi is megkérjük az illetékeseket. Persze az egy más kérdés, hogy lehet, hogy akkor jobban odafigyelnek, hogyha már a tévé is ott van. De évekig húzódott például a Józsefvárosban egy olyan eset, hogy a pince tele volt mindenféle szennylével, és nem egymásra mutogattak a lakásszövetkezet meg a lakók, hogy ki a hibás. És aztán végül is addig, míg a tévé kibentést forgattunk, ugye fel kellett volna bontani a járdát, de hát kinek a költségén felbontották, és ahogy én fogalmaztam meg ezt az anyagot, amit csináltunk, elnézést a kifejezésért, de a munka címe ez volt, hogy az a hülye akác, a hibás. Tudnék, az akácfa gyökere befonta a megrepett nagy csövet, és elzárta a lefolyási lehetőséget. De ha nincs tévé, akkor még lehet, hogy mindig bűzös az a ház. Tehát mindenképpen egy jó reklám. Most csak ez egy példa volt. De hát... Figyelemfelkeltés és reklám, és én csatlakozom Péterhez, hogy úgymond merjünk szabolcsiak lenni, merjünk nyíregyháziak lenni, hogy igenis az itteni problémákkal foglalkozzunk. Tehát ne legyen az a szorongásunk, hogy vidékiek vagyunk, és akkor foglalkozni kell a dunántúli pesti dolgokkal, mert akkor leszünk valakik, úgymond, hogy ilyen együgyűen fogalmazzak, hanem bizony foglalkozunk a helyi ügyekkel és értékekkel. De nincs idő kifejteni azt, hogyha megnéznétek azt, hogy honnan, hová jutottatok most így 2017-ig, nyilván nem a hetedik osztályra gondolok, amikor először vettél tollat a kezedbe versírás céllal, de hogyha az elmúlt éveiteket megnézitek, akkor egyáltalán mifelé orientálódtok, milyen témák érdekelnek mostanában titeket, hogy hogyan változtok? Én megmondom őszintén, nekem első perctől kezdve helytörténet, történelem, néprajz, fontos dolog nagyon, és hát a természetfilmezés. Ezek a kedvenceim. És én megpróbáltam ezen a szemüvegen keresztül nézni a megyét. Holott hozzá kell tennem, hogy nekem ez nem volt annyira egyszerű és maga érthetődő. Tudni, hogy mi Kassáról származunk, a dédnagyapám kassai volt, a nagy mamám nyíregyházi, ugye nagyapám elvette, azért élünk Nyíregyházán, édesanyám dunántúli lévén, nem voltak vidéki szülők, nagyszülők itt a környéken. Én nem ismertem a megyét, Nyíregyházán éltem, kész, esetleg elmentünk egy-két olyan helyre, ahol fontos valami intéznivaló volt, de ezzel be is fejeződött. És amikor az újságíróiskolát végezgettem, Burgett Lajos volt a mentorom, ahogy szokták ezt ma szépen megfogalmazni. Én ennek nagyon örülök, mert ő egy igazi, nagyon jó szakember volt, több filmet is készítettünk együtt, és én neki köszönhetem azt, hogy megismertem a megyét tüzetesebben, és nagyon jó dolog volt az, hogy a megye fontosabb emberei, akik esetleg valamilyen témában kell, hogy segítsenek, megismertek engem. És ezáltal egy kicsit úgy kinyílt a megye a szememben, és hát ma már azt mondom, hogy nem nagyon, nincs olyan hely, ahol nem jártunk volna, és nem forgattunk volna. Az elmúlt éveket úgymond értékelve,
azt gondolom, hogy sokkal jobban a helyemen vagyok, mint fiatalabb koromban, tehát úgymond, tehát most ez az év meg nagyon bejött, úgymond, tehát azok a küzdések, akaratok és munkák, amelyeket az ember az elmúlt évtizedekben csinált, az most... Az kötetet címét kimondhatod, ami most az idő. Küllők-sávok című kötetem is ugye megjelent a könyvhétre, akkor különböző megbecsülésekben volt részem, tehát mindenképpen azt gondolom, hogy ez az utam, és én is csatlakozni tudok Péterhez, hogy én is mindig a költészettel, az irodalommal szerettem volna foglalkozni, nagyon szerettem én is a történelmet, és magam is szerettem a természetet és a természetjárást mindenképp. Tehát úgy gondolom, hogy nagyjából a helyemen vagyok, ezt kell tartani, ezt kell csinálni. Én csak további sok sikert tudok kívánni mind a kettőtöknek. Köszönjük. És köszönjük, hogy eljöttek. Köszönjük szépen. A nézőknek a figyelmet, viszontlátásra. A műsor helyszínét a megújult Victoria Garden biztosította.